sokan kérdezik, hogy mekkorák a kajszik, mekkorák a cseresznék, az almák, mekkorák általában a konténeres gyümölcsfák. Hát itt most egy megkezdett magyar kajszi állományt látunk. A lényeg az, hogy ezek már következő évben már tudnak teremni. A konténeres ültetéssel ön tulajdonképpen minden rizikót leradíroz, hiszen ezek a növények most itt vannak, élnek. Öntözzük őket, szeretgetjük őket, önnek már csak életbe kell őket tartani. Tehát nincs olyan, mint egy szabad gyökér esetében, hogy akkor megmaradt, nem maradt, hol szárad ki, stb. Hanem ezek 1000%, hogy megmaradnak, mert már most meg vannak maradva, önnek már csak életbe kell őket tényleg tartani. Hát mi a titka? A titka az, hogy nedvesen kell őket tartani ültetés után, öntözni kell őket, tűzőnapra kell őket ültetni, következő évben meg kell őket metszeni. Minden, amiről a Facebook oldalomban, meg a YouTube csatornámon, ugye non-stop szó van, ha bárki vásárlás után elbizonytalanodik, akkor csak föl kell hívni az ügyfélszolgálatot, ahol mindenkit visszahívunk, aki számkijelzéses telefonnal, telefonszámmal hívott bennünket. Na, szóval kérem szépen, itt van például egy ilyen magyar kajszi, vadkajszi alanyon, kérem szépen így néz ki, hát jól látni, hogy a gyökérzet az már mennyire kitüremkedik rajta, ezeket majd szépen le lehet gyönyörűen vágni, vagy mi magunk is levágjuk, tehát ez egy tökéletesen átszőtt gyökérzet, finom, óvó, védő, simogató fadarálék van rajta, ami megóvja a kiszáradástól, és hát így ide állok, kérem szépen, mert ott ugye rendben van picit, ugye lejjebb van a szint, ugye az ágy miatt, ide állok mellé, hát kérem szépen, itt a 180 cm, itt a 2 méter, több ezer ilyen konténeres gyümölcsfa várja most a gazdáját, hát hetente ilyen több százas nagyságrendbe kattintják le az oldalról, abban az esetben, hogyha ön gondolkozik, illetve szeretné megtudni, hogy jó, de mégis mekkora az a konténeres gyümölcsfa, hát kérem szépen ekkora, bármelyiket veszem ki, ugyanezt lehet látni, tehát hogy itt, hogyha ide benézzünk, mindegyik ugyanígy néz ki, ugyanilyen szép nagy. Hát természetesen mindig azért egy állományban vannak ilyenek meg olyanok, de azért arra odafigyelünk, hogy bárki rendel tőlünk, akkor annak mindig a lehető legszebbet tudjuk kiszedni. Hát természetesen, amikor ez majd október végén vagy november elején megy, akkor természetesen nem lesz rajta levél. Nincs más teendője önnek, mint hogy leszedni róla a cserepet, és ahol van ez a talajszint, pontosan itt legyen az ön kertjében is a talajszint, tehát idáig legyen beültetve, esetleg picit föl lehet kupacolni, de igazából nem fontos, és következő évben rügypattanás előtt jó alaposan meg kell metszeni,